Amikor felkeltek, az ablakon kikelek
Köszönöm, hogy megtaláltad! Adjon a jó Isten!
szolgáltatás szervezetet, adja a jó Isten nekünk friss jó egészséget. Kívánom, hogy munkájukban kísérjétek a teremtő áldása, hisz a cél, amelyért dolgoznak, hajományaink és szokásaink fennmaradása. Az eljövő nemzetek kövessék példájukat, hisz így magyar népünk sokáig megmaradt. Kérem engedjétek, hogy magam is bemutatkozzon, nagy Magyarország legkeletibb táján, ahol a Kárpátok északra kanyarodnak, és ahol a fenyők oly magasan állnak. Ott van az én hazám. Az elkelyomatnak nagy a hússugara, és mellettel a hold, szép Szűzmária vigyázzák ott a székelyek életét. Ott van az otthonom, ahol a világra születtem, Kézdi Szent Kereszt község, egyik boros pincéjében. No, de azt szegény édesanyám sem tudhatta előre, hogy a kedves fiából mi lesz majd előre. Mert én bizony olyan gyerek voltam, hogy a pelet mittam, csak a jó bogyocskát, azt ott kóstolgattam. Ittam én vörösből, ízlelben a fehéret, amíg aztán a pincében töltöttem be az ebédet. A paprik úr megálltott nyomban azt kérdezte, mi legyen ennek a jó bújt kóstoló legénynek a neve. Így lettem én Robert megkeresztelve. Tudom, hogy nem némete, olasz-e, avagy francia, azt már a bánat se tudja, csak azt, hogy keresztvízbe bőr volt csorgatva. Keresztapámnak ez annyira megtetszett, hogy a nevemmel jönnek hivatást is kaptam. Így lettem én Wölfe, Boldizsár Robert, a bőrnek kedvelője, szép lány szeretője, és a nagyságnak igaz tisztelője. Tisztelettel ajánlom magamat. Azonban mielőtt lelépnek, engedelmet kérek, hogy a kedves vőfélekhez eképpen beszéljek. Vőfének lenne bizony kitüntetés, hisz a jó vőfé a lakodalom éte, szavaiban csend, öröm, hála, béke. Pártosok utódja, redősök vére, nagy Magyarország kedves születte, adja rátok Isten az ön áldását, tartsa meg a vőfélség hagyományát, hogy még számos évben jöjjön dicsőítő szóra szaladok. Éltek sokáig, szívemben kívánom, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Következő vőfél, aki nagyon szépen a vőfélet a helyen, kívánom és tanácsolítva szeretnél, dicsértessék a Jézus Krisztus, ütközjön meg az én kis falunkban, három szép Belencén. Belencén sok minden jó történik, hiszen ugye nősülnek az emberek, akik szeretnek, valami kitab legények lesznek. Történt egyszer, hogy Jós és Pista nagyon jó barátok, viszogattak a vendéglőbe, és azt mondják szép Pista, te Józsi, én unom már legényéket, meg kéne nősülnek. Azt mondja Józsi, nősüljenek ottan Pista, mert én úgyis pavlidén maradok. Aztán kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a háros életük. Ennél szépen elbocsúznak, és te megnősül. Eltemet egy szép, terült esztendő. És hát mi történik bele, és te fegyelő is terült lesz. Megértenek Józsika, és azt mondja, te Pista, hogy mit csinálsz itt. Viszont a fegyelő Józsika, van egy nagy gond. Érzem már a józan eszem, mert elvettem az agyósom, nem lenne az asszonyomnak hibája. Ha anyós nélkül jött volna a te lányra, azt mondják a házas élet, nagyon szép, sose mondtam én az ellenük kezét. Nem állnak az asszonyomnak hibája, ha az anyja nélkül jött volna a világra. Azt mondja, hogy Józsi, a Pista, az ide a neve, én a kegény vagyok, és jól érzem magam, élet, mint a madárkén a szabadban. Ha nősülés az nagy kereszt a férfi életén, s nékem a nő, akkor kell, ha már nem életén,
Számomra, most vagy a jó tény, hogy elviselhet
azt a hádisságot megvert közöttem. A férfi kártyás nekű szákos, szerint feleséget megvert a barcsús. De a nőzőmbes állandó kerepen a férfi nyugalmát az erdőn vittél. Ti pedig utána odafigyeltek, amíg éltek egymást híven szeressétek, a buszlótok egymást békítsétek, s a bajba vettek egymást segítsétek, hogy egymásnak is szereteknek másra, rajtatok marad az Isten áldása, lesz majd hajatokban mindenki meglássa, barbuz a békesség, s a székelyföldi bütyöka, sok másra, apró gyerekeknek bőszomorodása. Nem lehet ki az tiszta, székely magyar ember, ki életében egy házat nem épít, de gyümölcsfajt nem ültet, legalább két-három gyereket nem nevel fel. Amikor a nagytata a gyereket az óvodába viszi, abba a családba tiszta, boldog élet tükrözik. Remélem csak annyit mondok ki nektek, boldogságban nagyon soká életik. Az elmondom, mi is a házasság. Szerencse van élek az utolsó, mert sem mondta senki. A házasság olyan, mint a sivatagi déli bab, messziről látogattam a felhőt, a tevőket, a pálmafát, s a kastélyeket, mikor közeledsz, eltűnik a kőd, eltűnik a pálmák, eltűnik a kastélyok, és kettesbe maradsz a tevőben. Köszönöm szépen, kedves emberek, minden férfinak, köszönöm szépen. Életében három nő van. A feleség, a szerető, és az erős. A feleséggel kell, a szeretővel kell, s az anyasától nagyon fél. Köszönöm szépen, egészséget mindenkinek. Következő vendégünket szólító a színpadra, Molnár Károlyt, aki az 1000 éves határvidékéről érkezett ide, Dimensből. Köszönöm mindenekat. Most átadjuk a Hümeny asszonyunkat, kérlek ifjú, hogy híven gondozod. Mert kedves egyeségre add vissza magad, kezét, szívszerelmét, és minden gondját vedd át. Életének sorsa kezedbe van adva, és kérlek, úgy vigyázz rá, mint önmagadra. Kérlek, boldogítsad kedves leánykat, úgy tekintnek már, mint édes fiúkat. Ne gondold ifjú, hogy gazdagság nélkül, boldogság hajléka számodra nem épül. Ne gondold, hogy ott süt a boldogság napja, hogy arancs ezüst rakásra van rakva. Boldogok lehettek ambar csak szegényen, hogy harag és viszály köztetik merényen. Mert ahol kettő okot ott panaszra, ott a gazdagságnak nincsen semmi haszna. Jól végzett munkaédeset élvezet, a boldogság kutyára elvezet. Becsület útját választva mértékű, boldogok lehették, rank fény pumpa nélkül. Végül azt kívánom nektek, hülyegyesek, kezes napjaitok, legyenek édesek. Áldjátok holtig azt a napot, amelyen kapten összefutottatok. Mi kívánok nektek, Istentől megáldott szép hosszú életét. Köszönöm, hogy meghallgattok. Következőben Bán Zoltán fog egy köszöntőt mondani a hőfélyek sorában. Ő következik most, fogadják szeretettel. Jó estét kívánok! Kedves férfi társaim, kezed föl, aki lánygyermeket nevel, és már férhez is adja. Elég kevesen vagyunk. Mi már tudjuk azt, amit a többi férfi társ vagy megtud, vagy nem. Hagyzik, hanem az idén nagyon sok fontos eseményben volt részem. 20 éve, hogy elkezdtem lőfékedni, 30 éves házas vagyok, és betöltöttem az 55. életévemet. Ezzel párhuzamosan pillanatok alatt 5 évet fiatalodtam. Hagyzik, hanem eddig 5 év volt a nyugdíj,
pastézet. Tehát aki még nem nevel lánygyermeket, annak fogalma sincs arról, hogy az atyai szív ilyenkor mit érez. Édesapa, kicsin kis leánya, az ő második szerelme, örök boldogsága. De ahogy a lány cseperedik, stérül fordul, utána egyre több férfi feje megfordul. S nekem álmatlan éjszakák sorát hozza a gondolat, hogy az én kis kincsem után ilyenkor vajon kikoslat? Hogyan is védhetném meg attól a sok akasztófára valótól? Ássak talán vizes árkot? Vagy elég lesz egy 2 méteres szöges volt? Minden esetre a kutyát elengedtem, a puskámat élesre töltöttem, kapuról a szemem le nem vettem. Az idő múlásával éberségemet ez a deréklegény mégiscsak kihasználta, s lányom szívét orvul elrabolta. De ez az életrendje, nem tehettem másként, hullókönnyek között adtam rájuk áldást. Drága gyermekek, legyetek nagyon-nagyon boldogok, atyai szívvel én most csak ennyit kívánok. Ők helyettesítették most lányomat. Egy nevet kérnék. Loki Viktor. Országbéla. Egy nagy tapsom legyen. Köszönöm szépen és jó mulatást! Én hőfélünk, Gyilvánt János. Szeretettel köszöntöm a színpadon. Jó estét kívánok, sok szeretettel üdvözlök minden kedves jelenlévőt, és azokat is, akik esetleg majd meglátják a téli képernyőn, mert nem tudtak eljönni. Délvidékről érkezek, Szabadkáról, Vajdaság legészaki csücskéből, a magyarországi Tompától 12 kilométer. Akaratom, aki jól választott el a határ bennünket, de lélekben, szívben, gondolatban mindig minden őszinte becsületes magyar emberrel érzek, gondolok rájuk, bárhol is legyenek a Kárpát-medencében. Délvidéken is, mint más helyeken a lakodalmas időszakban, sok lakodalom van, és vidéki helységekben az emberek szinte hetente szombatokig mennek lakodalomban. Úgyhogy néha vőfély társaimnak, jó magamnak is meggyűlik egy kicsit a bajunk a vendégekkel, mert nem figyelnek már oda, szinte akaratlanul sorolják a szöveget, a szavakat. Hát éppen ebből kifolyólag úgy gondolta valami újítás, és úgymond elnézést a kifejezésért, befogom a kedves vendég száját. Egy köszöntőt mondok el, igyekszek nagyon gyorsan, amikor az ifjú pár visszajön a menyesketánc vagy menyasszonytánc után, illik szabadjál engedni a mulatást, köszönteni őket. Hát most úgy képzelem el, hogy itt van a menyasszony vőlegén. A nász éjszaka előtt mit is kívánhatok? Hát, hogy az ágy ne szakadjon le alattatok. Ne pattanja rugó, ne szakadjon húzat, de lehessen rajta, dugni majd a lukat. Mert kedves fiatalok, Valika és Tibi, kérdem a rugóra, gondolt-e valaki? Nehogy úgy járjak, mint egy tavalyi, azt hiszem, májusi nászon, amely után egy panaszos levelet kaptam egy elnyűjt bútorvásznon. Ezt az alkalmat, ezt a vőfé találkozott én földesen kihasználom, emi szót a levél, ezt most közreadom. Írom a levelem kedves rugósára, a hideg kirázsa rágondolok a nász éjszakára. Ugyanis ágyba való rugó vagyok, rágondolni rémes. Húzat alatt? Kemény a sors, de fölötte ám krémes. A szörnyi eset úgy kezdődött, hogy megnősült a gazda. Azóta az éjszakáknak nincsen nyugodalma. Mert az új menyecske olyan terebi, bocsánat, szerelmes fejjel, rám nehezedik, megnyomorodott, nagy ünnep a fölkel. A minap is lefeküdtek, izettek, mozogtak, el nem szenderültek, no, már vagy fél órára tartott a hancúrhence, amikor egy nagy nyomás sújtott a fejemre. Aztán újra, egyre hevesebben. Alig bírtam kitartani, úgy kétségbe estem. 223 nyomás. Elgondolni rémes. Ahogy az elég mondtam, húzat alatt szörnyű a sors. De felettel rémes. Azóta is minden este tartsa ez a torna, mintha két fiatalnak más dolga se volna. Ügyöllek rugósára, neked csak nyomd a gép a sorsod. Nekem meg az orrom alá, ketten törnek borsot.
tanúságos volt, és eddig tartott ez a levél, mit mondhatok én még ma? Hát a férfi társaimnak azt üzenem, hogy a másik rugóra is azért gondoljanak meg néha. Még egyszer megköszönöm a szervezőknek, hogy meghívtak, tehát Gyémánt János vagyok, Szabadkáron, és szívben, lélekben, minden becsületes, őszinte magyar emberrel vagyok gondolatban is. Ennyi volt a szerencs, hogy önökkel lehettem. Köszönöm szépen! Következik Fazekas Attila, egy másik korosztály képviselője. Fogadják szeretettel! Engedjék meg, hogy elsősorban köszöntsem a megjelentiket. Kárpátaljáról érkeztem, Beregszász mellé, 5 kilométerre található egy település. Makkos Sámosanak hívják, ott születtem, és jelenleg is ott élek. Ennyit magamról. Történt egyszer egy történet nálunk, amikor a szomszédban a kis Pistike eldöntött, hogy meg akar nősülni, és nem tudta, hogy mit vegyen fel, amikor elmegy a falusi bárba. Fogta magát, gondolkozott. Édesapám, legyen már nekem egy bőrcsizmát, újat. Fiam! Bőre nincs pénz, de van egy jó gumicsizmám. Jó lesz? Adja ide, apám. Odatta, de nem volt fényes. Szegény Pisti. Apám, van itt honlak? Micsoda, fiam? Lak van. Lelakkozta a csizmát. Olyan fényes lett, hogy minden látszott benne. Elment a falusi bába, felkérte Mariskát táncolni, a Pisti megölőtt, mert mindent látott benne. Hey, Maris! Rajtad egy fehér csipkés bugyi van. Honnan tudod, Pisti? Láttam. Felkérte Katit. Kati, rajtad sárga bugyi van. Honnan tudod, Pisti? Láttam. Zsuzsi, lesz táncolni? Megyek, gyere. Felkérte Zsuzsit táncolnak. Leesett az álla a Pistinek. Nézi, nem mer megszólalni. Zsuzsi, van rajta bugyi? Nincs. Jaj, én meg már azt hittem a csizmám repetszét. Azt mondják, hogy a magyar nyelv az egyedülálló a nemzetek között. Jól tudunk káromkodni, én ezt nem szeretném lecsetelni, egy nyelvtörőt szeretnék önöknek elmondani. Azt kívánom, hogy adjon az Isten mindenkinek pávatollas, árvacsorános, széles, lapos, tüskés, bokros, bojtorjános, paszlomántos, rummal kedert, jólekváros, mézes, mákos, aranytollas, egészséget. Azt kívánom. Valamint azt, hogy a sárga agy a gölelő karjaiból kibontakozó, kocsikerék szörnyű nyikorgásától felriasztott, lompos juhászkutyák bundájába belekapaszkodó, kullant személyből visszatükröződő, halvány holcsugára megvilágított a rabló lovagvár higgyából kiálló vasszegek. Na úgy tartja össze a magyarokat a barátság és a szeretet, ahogy ezek a vasszegek tartják össze a rabló lovagvár higgyát. Mert a hidaljában kalendáriumot betűzgető beállítanék a serkenő bajuszától megbagonázott, gazdasszonyörébe csipogó, kicsi csirkicskétő széjjelkapirgát pocok turása hújjon, a mindenekért megdorgáló földesi vetésre, az úr áldása, itt szálljon szakadóan szívetekre, szikszavú számból, de szafolva a szívemből. Kívánom, de igazán, éljen! Köszönöm szépen!